Reformáció Wittenberg városából indult. Luther Márton 1517. október 31-én kifüggesztette 95 tételét a vártemplom kapujára. Luther egyházújító munkájának egyik nagy eredménye volt, hogy német nyelvre fordította, és ezzel sokak számára elérhetővé tette a Szentírást. Reformáció nagyon gyorsan terjedt, és hamar megérkezett Magyarországra. Egyik jelentős alakja Szilveszter János volt, aki 1537-ben Nádasdy Tamás pártfogásával nyomdát is alapított, amelyet ő maga vezetett. Szilveszter János sárvári tanító évei során kezdte el magyar nyelvre fordítani a Bibliát. Mivel azonban nem volt képzett nyomdász, Bécsből hívtak egy mestert, Johannes Struciust. És hozzá fohászkodik, te hozzád én Istenem. Strucius felszerelte a nyomdát, de féltékenyen őrizte mesterségét, ezért Szilveszter nem tudott betekintést nyerni a nyomdászat rejtelmeibe. A nyomdász nem tanult meg magyarul, Szilveszter folyton panaszkodott rá, hogy nem látja el kellően feladatait. Ráadásul a magával hozott betűk rosszak, kopottak voltak. Kérdik én tőlem, hol Istenet kit vártál, ezen lelkem kiontom, és házadat óhajtom, polosz hívek seregében, örvendek szép évek. Végül Struciust menesztették. Én lelkem, mire csüggedsz el, mit keselegsz ennyi? Helyette Abádi Benedek érkezett Sárvárra, akinek segítségével végül sikerült befejezni és nyomtatásban közreadni az első teljes terjedelmében Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyvet, az Új Testamentumot, amely 1541 első napjaiban került ki a nyomdából. Mert te